Nagyon sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, igazán inspirálóak voltak a felvezető gondolatok is. Belehesetnék abba a hibába, hogy rögtön elkezdem a kapcsolatokat mondani, és akkor az előadás időtartamát ezt tölteni is ki, de néhány gondolattal azért szeretnék szolgálni. Nagyon fontos volt miniszterhelyettes úr beszédében az a gondolat, hogy sokáig egy zárt világban éltünk, és ezt a fiatalokra nézve egészen fantasztikus lehet, ahogy a kőszegi meg új épületeket látjuk, vagy akár a veszprémi LKF projektre gondolunk, hogy most és itt történik a úgymond a történelem, amiről majd 10-20-50 év múlva is beszélni fogunk. Ez egy egészen fantasztikus gondolat. A másik nagyon fontos példa volt, hogy hogyan lehet az együttműködést, a hidak megteremtését véghez vinni a különböző terekben. Erre is majd az előadásomban fogok példát mondani. Igen, és akkor mi lesz az előadásomnak a súlypontja? Szeretnék arról beszélni, hogy a már-már több gondolatban érintett különböző szükségletek térbeli megjelenését hogyan szolgálhatják városok és városegyüttesek, hiszen jól látjuk majd, hogy a folyamatosan változó, a globalizált világunkban egész másfajta igények jelennek meg, és erre kell választ adni a nagyon sokfajta különböző méretű településnek, és ebben a formában mi nagyon hangsúlyozzuk ugye itt is az együttműködést. Beszélni fogok arról, hogy különböző meghatározások szerint mit tekinthetünk kreatív városnak, és nagyon fontos a különböző meghatározások tekintetében azt figyelembe venni, hogy nem csupán gigapoliszok vagy megapoliszok állnak a kreatív városok légkörében, mind világ, mind európai szintérben, hanem olyan kisebb települések is, mint ugye akár Kőszeg együttműködve. Fogok kiválasztott példákról beszélni, röviden a Kraft koncepcióról, hiszen már elég sok adalékot és gondolatot kaptunk, és végül feladatokkal fogom zárni. A Müncheni Szociálgeográfiai Iskola társadalmi alapfunkció modelljét szeretném először behozni. Amikor Kraft koncepcióról és egyéni szükségletekről vagy csoport szükségletekről beszélünk, ez az a fő hat funkció, amit a különböző városi tereknek biztosítania kell. Ugye elhangzott nagyon fontos gondolat, hogy egy város eltartó képessége elsősorban az ott munkálkodó intézmények és gazdasági szervezetek révén adható meg, tehát a munkavégzés lesz az legfontosabb funkció. Következő ugye a lakhatás, nem mindegy, hogy milyen módon szolgáljuk a lakhatási funkciókat, élve mondjuk a körkörös gazdasággal harmonizáló megújuló energiaforrások bevonására, illetve hogy az épített örökségünkkel megfelelően bánjuk, ahogy ugye Takásla úr előadásában is hallhattuk. Harmadik funkció ugye a tanulás, ami nagyon köszönöm rektor úr gondolatait, valóban küldetés az, hogy a vidék eltartó képessége szempontjából hogyan erősítsük meg az egyetemi gazdasági együttműködéseket. A negyedik lenne a kommunikáció, nem csupán a különböző IKT-s vagy kommunikációs használat, hanem a közlekedési hálózatokat is beleértve. Az ötödik ugye a fogyasztás, aminek nagyon sok rétege van. Ugye erről a modellről lehet napokig is beszélni, de nagyon fontos ez a kép, főleg a fiatalokra nézek, hogy teljesen új kommunikációs hálózatokon keresztül jönnek hozzánk a minták, és ebben a folyamatban rendkívül fontos az értékeinknek az ápolása, felismerése, kicsit mederbeterelése is, főleg, hogyha ugye az erőforrásaink korlátosságára gondolunk. És a hatodik, amit ugye délután majd megtapasztalunk a programunk keretében, a közösségben élés, ugye ez is egy olyan funkció, amit folyamatosan új formákkal
nagyon hangsúlyozom, meg kell teremtenünk, ugye a köztedek vagy a nyitott kapuk pont erről szólnak, hogy hogyan lehet az emberek találkozását, kapcsolatépítését, hogy ugye Bánsti Béla alpolgármester úr beszédében mondott, két ember bekerüljön abba a közös térbe, hogy utána egy sikeres együttműködés is megvalósulhasson. Nagyon röviden ezeket a funkciókat nyilvánvaló más, hogy képes egy 10 000 fős település egy milliós nagyságrendű biztosítani. Egyszerűen a felvevő piac az úgynevezett ugye, küszöb megteremtése révén, hogy legyen kellő vásárlóerő, legyen olyan fajta elkötelezett jövedelem szempontjából megfelelő felvevő piac, ami mindezt éltetni és működtetni képes. Általánosságban elmondható, hogy a magasabb szintű szolgáltatások, ugye kulturális intézmények, vagy akár ugye specializált turizmus, egészségközpontok, ehhez egy ilyen 500 000–1 000 000 küszöbre van szükségünk, ezért is elengedhetetlen az együttműködés. Bízom benne, hogy... Amikor a világméretű, vagy akár európai, nagyon fontos hangsúlyozni, európai felmérés is van kreatív városokra, egy kicsi fókuszváltást vélhetünk felfedezni. Első sorban az UNESCO kreatív városhálózata kimondottan a turisztikai városokra fókuszált. Nagyon fontos volt, hogy rendkívül széles palettáját figyelembe vették a különböző kulturális, illetve kultúrát támogató iparágaknak, és ez alapján segítették elő az érintett városok közötti tudáscserét. Magyar városok közül Budapest került be, mint design főváros, de azért látjuk, hogy a települések között vannak kisebb települések is. Az a nagyon fontos, hogy a modern turizmusnak ugye el kell jutnia, megint csak a nyitott kapu programunkra tudok hivatkozni, hogy nem csupán passzív befogadói legyenek a turisták, a városban érkezők, akár az épített környezetnek, vagy a helyi programoknak, hanem olyan autentikus élményeket szerezzenek, amelyek meghatározóak a saját életükkel, gondolkozás módjukkal kapcsolatban is. Az Európai Unión belül a kulturális és kreatív város barométer, így fordították le magyarra, egy olyan 168 várost összefogó felmérés volt, ahol egy kidolgozott módszertanon keresztül már nem csupán a kreatív turizmus szegmenseit mérték föl, hanem egyszerre vették figyelembe a kulturális életnek a különböző pilléreit, a kreatív gazdaságot és a lehetőségeket teremtő környezetet. Nagyon fontosan annak hangsúlyozása, hogy a kulturális és kreatív szektor fejlettsége jól mutatja egy város innovációs képességét, és hogyha bátorítok mindenkit, hogy menjen fel ennek a weboldalnak az oldalára, ugye a soron következő Veszprémet is megláthatjuk a nagyszerű eredményeivel. Itt megint csak annak a hangsúlyozása nagyon fontos, és látjuk, hogy milyen méret kategóriákba gondolkoznak, hogy lehetséges a népesség számon túli dimenzióba is hatalmasat alkotni, és ki kell használni az európai közösségnek ezeket a lehetőségeit, és nagyon-nagyon jó látni azt, hogy magyar városok sorakoznak föl ebbe a kategóriába, és európai jelentőséggel bírhatnak. Kettő példát szeretnék hozni, mely egy olyan régiófejlesztési stratégiát valósított meg, ami valóban olyan hatásokat hozott, ami a régió létrehozásakor még nem várt volt. Ennek a kettő régiófejlesztésnek a példája azért is közös, mert nem csupán gazdasági vagy egyetemi kapcsolatoknak az összekötésével ad mintát, hanem hangsúlyt fektet, amit itt az intézetben szintén mindig előtérbe helyezünk, a közös identitás keresésre is. Az első példa, ugye 2000-ben az Öresund összekittetéssel, ugye a hidakra való reflektálási gondolattal létrehozott
Malmö és Kopenhága tengellyel meghatározott ugye, régió, ami Dániát, Svédországot fogja össze. Kezdetben az volt a várakozás, hogy egyértelműen a Svédországba történő mozgások lesznek erőteljesebbek, de a régió már 10 éves fennállásának jelentésében hangsúlyozták, hogy nagyon erős kapcsolat alakult ki a régió két pólusa között is, és tényleg beemeltem annak a konzorciumnak a jelentéséből származó gondolatot, hogy ez a régiófejlesztés nagyon fontos, hogy hosszú távú célokat szolgál, nap mint nap kell, hogy megteremtsük a mozgásnak és a kommunikációnak az útjait, és hát ugye angolul látjuk gazdaságilag, kulturálisan és szellemi értelemben is. Tehát nagyon fontos az, hogy a saját értékeink felfedése, megosztása, ez nem csupán gazdasági vagy gazdasági potenciál kiaknázása szempontjából fontos, hanem ennek az értékkomponense, az értékek művelésének kultúra, kultiváció tekintetében is. Másik példa, ez egy nagyon jól ismert, ezt azért hoztam be, hogy már a 70-es években voltak Európában olyan együttműködések, amik felfedték, hogy az egymás különbségeinek felfedezése és kiegészítései révén nagyon eredményes együttműködéseket lehet végrehajtani, ez a Randstad régió. Jól látjuk, ugye nyilvánvaló, hogy vannak különböző ellenérvek is, hogy Hollandia egészét tekintve ez a régió egy kimondottan nagyon erős, prosperáló, kicsit az átlagon felül teljesítő térség, de nagyon fontos, hogy itt is gazdasági, közlekedési együttműködések révén policentrikus városhalmazba gondolkozva, azaz egymás képességeit kiegészítve voltak képesek ugye növekedni. Magyar fejlesztés politikában is, ha mondhatok egy ilyen gondolatot, nagyon jó azt látni, hogy míg a megelőző programozási időszakban mondjuk integrált városfejlesztési stratégiákat készítettünk, jelenlegiben már településfejlesztési stratégiák, ami város és környékének a közös fejlődési útjait hozták. Azt kell nekünk, és itt a KRAFT programban ezen igyekszünk, hogy ne csupán a közigazgatási városhálózati kereteket figyelembe vevő tervezést, hanem ilyen policentrikus tervezési vonalak is elindulhassanak. Ja, ami elromolhat, az el is romhat. Néhány tanulság. Ahogy már hangsúlyoztam, ugye az európai léptékben történő gondolkozás, az együttműködés fontossága szemünk előtt kell legyen, sőt ki lehet jelenteni azt is, hogy jelenlegi környezetben, ugye akár a városvidék megosztottságban egyenesen kártékony az elszigetelődés. Nagyon fontos az értékeink feltárása, ezeknek a művelése, a közös piac kialakítása, ahogy már említettem, az unióban rejlő lehetőségek kiaknázása, és hát annak figyelembe vétele, hogy a bizalom lesz ezekhez a legfontosabb erőforrás. A KRAFT koncepcióról már ugye hallottunk, nagyon fontos azt hangsúlyoznunk, hogy számunkra az alap megfontolás, ami már ugye az említett kezdő Márkus Mislivec cikkben is szerepelt, hogy együttműködve, ez nem csak városok közötti, hanem a város különböző szereplői közötti együttműködést kell jelentse, egyetemek, kutatóintézet, kormányzat, helyi kormányzat és az üzleti szféra között. Amit pedig ugye tanulságként megfogalmazhatunk, ugye mind az Öresund régió példájából is, illetve a már több éve sikeresen futó KRAFT projekt alapján is, hogy 3 rétegen szükséges gondolkozzunk azzal kapcsolatban, hogy mit tesz hosszú távon fenntarthatóvá, vagy életképessé, ugye most ez a hangsúlyos gondolatunk, hogy lehetünk sikeresek az adott programozási időszakban, hogy mennyi forrást hívunk le, vagy milyen fejlesztések vannak, de hogy hány fiatal szeretne ott maradni az adott településen a
15 év után, 30-50 év után ez fogja az életképességet megadni. Nyilvánvaló, hogy ezért nap mint nap tenni kell. Ezen a három szinten értelmezzük, erről kollégám fog részletesebben beszélni. Tehát a materiális keret jelenti mindazt az örökséget, amit ápolnunk, gondoznunk, fejlesztenünk kell, az identitási értékeket, ugye a régióbeli értékeken keresztül, és mindazt, hogy ezzel hogy gazdálkodunk a kiterjesztett értelembe vett kultúrát. Szeretnék egy példát hozni arra, hogy itt a kutatóközpontban időnként ugye puha tényezőkkel, szemszerűsíthető tényezőkkel is foglalkozunk. Itt a Kraft Indexünk járás szintű eredményeit szeretnénk ugye térképes formában bemutatni, és rendkívül örülök, hogy a színek nem csúsztak el. A piros területek jelzik azt, hogy hol vannak azok az értékek, ez egy mondhatjuk egyszerűen, hogy egy általános fejlettségi mutatószámkészlet eredménye, és nagyon jól látható, hogy a Pannon régióban hatalmas potenciál van. Mennyivel könnyebb, és hát ugye Magyarország egészében ez a kérdés, hogy hogyan tudjuk a nyugat-kelet lejtő, észak-dél különbség, stb. Fogalmazhatunk ugye különböző dimenziókba, de jól látszik, hogy a nagyon magas értékek azt jelentik, hogy ebben a térségben kumuláló kapcsolatok és potenciálra érdemes és lehet, és milyen jó, hogy jobb helyzetből tudunk indulni, mint az átlag egésze. Néhány következtetéssel szeretném zárni, bízom benne, hogy talán az időben is sikerült egy kicsit spórolnom. Nyilvánvaló, hogy megtámadhatnak, ellenezhetik azt, hogy miért jövök én az Ödönzund régióval, vagy a Ranstaddal, milyen relevanciája van itt Kőszegen, miért merek ezzel kiállni. Azért, mert nyilvánvaló, elmondhatjuk ezeket a bezzek példákat, hozzá kell tenni, hogy a maga az együttműködés, ez már bizonyított. Hozzá kell tenni azt, hogy a saját adottságainknak a feltérképezésével és stratégiai gondolkozással tehetünk a saját térségünkért. Nagyon fontos arra gondolnunk, hogy olyan lehetőségeink vannak az emberek szükségleteinek, mozgás folyamatainak megértésére, ami nem volt két évtizede, úgyhogy erre is nagyon fontos hangsúlyt fektetnünk, hogy a legfontosabb erőforrásunk az adat, nagyon használnunk kell az új típusú fejlesztési stratégiáknál. Illetve nagyon fontos azt szem előtt tartani, hogy a lakókért, munkahelyekért, munkavállalókért való versenyben mindegyik település érintett, nem csak hazai, hanem globális léptékben, és erre is az együttműködés adhat megoldást. És hát javasoljuk, ami nyilván nagyon sok szempontból elindult már, hogy szem előtt tartsuk a közös piac megteremtésének a fontosságát, Kőszeg-Szombathely, Nagykanizsa-Zalaegerszeg, Veszprém-Keszthely-Balaton régió tekintetében. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!